A Szent István napi rendezvény sorozathoz kapcsolódva 19. alkalommal rendezték meg a bihari lövészversenyt a Berettyóújfalui lőtéren. A versenyen a legkisebb korosztálytól a legnagyobbakig bárki kipróbálta magát egyéni versenyszámokban, hiszen a verseny létrejöttének egyik fontos célkitűzése, hogy ilyenkor a nem versenyszerűen ezt a sportágat művelők is beállhassanak a lőlapok elé. Ez a 19. alkalom, hogy a Bihari Lövész Klub megrendezi a éves bihari lövészversenyét. Nemekben fiúk és lányok küzdenek egymással, légfegyveres és tűzfegyveres versenyszámok vannak, légfegyverből légpisztoly, légpuska, illetőleg tekebábú lövészet van, tűzfegyverből pedig kisebb sportpuskából 20 lövéses fekvő állásból 50 méterre, illetőleg sportpisztolyból 25 méterre lőnek különböző korcsoportok szerint a versenyzők. Elképzelésünk szerint ez lenne az a nap, amikor abszolút amatőrök is kijönnének, hiszen itt nem kell versenyengedély, itt csak egy érdeklődés kell, és nyilván megfelelő felügyelet mellett kipróbálhatják magukat a sportolók, vagy sportolni vágyók. Sajnos belőlük viszonylag kevesen vannak, 45 nevezés érkezett, Jobbadára versenyzők vannak más településekről, jellemzően Derecskéről, illetőleg a környékről, viszont vannak Újfaluból is sokan. Mi a nap programja, hogyan telik el ez az egész nap itt a lőtéren? Békés dúroktatással telik el. Ugye vannak a halkabb a légpisztolyos dúroktatások, illetőleg bentről kihallatszik a tűzfegyvereknek a hangja. Ezt követően ebéd van, aminek itt a füstje talán belelátszik a kamerába, majd eredményhirdetés van, körülbelül 2-3 óra magasságában pedig bezárjuk a versenyt. A Szabó Sanyinak, Katikának, a feleségének, illetőleg a fiának, Péternek, és természetesen az elnök úrnak, Hegedűs Péternek a páratlan szervezése az, ami ezt a napot lehetővé teszi. Pap Péterné, mami, aki a ebédet főzi, és mindenki más, aki akár munkával, akár anyaggal hozzátette a magáét ehhez a mai szép naphoz. A lövéssport kedvelői tehát kispuskával, sportpisztollyal, légpuskával célozhattak a lőlap közepére. A legjobban szereplő versenyzőket a szervezők éremmel és kupával díjazták. A verseny fő támogatója, Berettyóújfaluváros önkormányzata által felajánlott, az abszolút győztesnek járó kupát ebben az évben Kígyósi Imre, a debreceni lövészcsuli esetagja vehette át.